Komótosan sétál ez a nagy testű vadállat szolnok és újszász között. Szakemberek szerint ez a fekete színű macska, a fekete párduc. Egy szemtanú készítette ezeket a felvételeket, amelyeken tisztán látszódik, hogy nem egy sima házi macska kószál a környéken. Ezt a felvételt kiskonhalason rögzítette egy kamera december 8-án. Itt tűnt fel először a fekete párduc. Ekkor azt állapították meg, hogy körülbelül 180 cm hosszú és 60 cm marmagasságú lehet az állat. Ezt követően kecskeméten, majd ballószögön láthatták a nagymacskát. Minden esetben rendőrök és a kecskeméti vadaskert munkatársai is a helyszínre érkeztek. Azonban mivel egy gyors és rejtőzködő állatról van szó, nem tudták megfogni a nagymacskát. Ha mégis sikerül majd altató lövedékkel elkapni a párducot, a tervek szerint a fővárosi állatkertbe fogják szállítani.